Én azt mondom, vagy úgy gondolom legalábbis, magam véleménye, hogy a vérebezőnek alapvetően a kutyaszeretetlen kívül óriási fanatizmussal kell rendelkezni. Ez a bizonyos vonal iránt, ezt a vonalat úgy értem maga az utánkeresés irányába, mert időjárás, napszak, évszaktól függetlenül fáradtságot nem kímélve, szélsőséges körülmények között esetenként úgymond a család rovására is, mert a vasárnapi ebédtől is föl kell kelni, mert van egy sebzés, akkor kell utána menni. És úgymond, hogy ez az elsődleges pont az életével. Na, könyörögjél, akkor még Zsuzsikának. Könyörögjél még. Még Zsuzsika, még. Szót fogadok. Megcsinálok minden házi munkát. Bármikor. Jó van, elég. Elég, jó van, na, nyugodtan. Nyugodtan, na. Azt talán fölösleges mondanom, hogy alapvető dolog az, hogy ne csak szeresse, imádja a vérebét, mert kölcsönös oda-vissza alapon lévő szeretet tudja igazán kihozni ebből a teamből, ebből a csapatból azt a csúcs teljesítményt, ami esetenként megadódik az életbe, és amit hoz magával az élet, és amire szükség is van. A vadászat is olyan, hogy nincs két egyforma nap. Az utánkeresések is pont ilyenek, hogy nincs két egyforma utánkeresés. Azon kívül, hogy az ismereteit is állandóan kell gyarapítani egy vérevezetőnek, mert óriásit változik a világ. Minden utánkeresésből lehet tanulni. Furcsán hangzik talán az eredménytelenekből a legtöbbet, mert ugye egy eredményes keresés van, elmegyünk, megtaláljuk pár száz méter, pár kilométer, esetenként több mint 10 kilométer, megvan a vad. Ami nincs meg, azután is mehetünk több kilométert, 10 kilométer fölött, és akkor jönnek az agyalások igazándiból, hogy na, valójában hol lehetett az a vad meglőve, miért nem találtuk meg, útközben milyen csapajelek voltak, kenés, vércsepp, csontszilánk, ezeket úgy összerakni, és akkor ne találtan a nagyon nagy eredmény, ritkán szokott összejönni, de hogyha ez a vad valahol máshol, más körülmények között terítékre kerül, akkor egyfajta önigazolás, hogy na hát akkor jó sejtettük, és tényleg hogy olyan könnyűsebben volt ennek a vadnak, hogy nem lehetett kézre terítékre hozni, kézre keríteni.